Na, a tengermély tiszteletem, kedves ember barátaim, én Oszkár vagyok, és volt egy kedvcsináló videóm, nem olyan túl rég erről a játékról, a The Long Darkról. Úgy döntöttem, hogy készítek egy rövid sorozatot, amiben megpróbálok túlélni minél tovább. Azóta egy-két dologra sikerült rájönnöm a játékkal kapcsolatban, na nem sokra, de hát közben majd így mondogatom, hogy mi a szituáció. Most megint egy új helyszínen kezdünk. Ezeket a köveket magamhoz veszem, bár túl sok hasznát nem hiszem, hogy fogjuk venni most itt a kezdeti időszakban. Ugye ezzel lehet nyuszikat megdobni, és akkor szépen elkábulnak, kitöröd a nyakát, meg lehet nyúzni. Hangerőt azt most egy kicsit visszább vettem, tehát lehet, hogy túl sokat a hóropogásból nem fogtok most hallani. De muszáj volt, mert hogyha ilyen nagy szélvihar van, akkor meg nem lehet hallani, amit beszélek. Na, szóval itt gyakorlatilag a játék elején, ja egyébként látom, hogy Hörbi is rákapott erre a játékra, úgyhogy lehet, hogy most ő is fog tanulni egy-két dolgot. Igen, szóval az elsődleges az, hogy gallyakat gyűjteni, mert ezekkel lehet táplálni a tüzet. Ezekkel a nagyobbakkal nem célszerű foglalkozni, mert ugye 10 perc és 38 kalória a lebontása. Igaz, hogy 3 sticket kapsz, de nem lényeges annyira. Ezeket meg ugye egyből fel lehet venni, nem kerül időbe. Tehát itt a első egy-két napnál a legfontosabb az, hogy minél előbb valamilyen fedett helyre jussunk, és ott összegyűjteni a mindenféle dolgokat, tehát ételt, italt. Ugye közepes fokozaton játszom, tehát gyakorlatilag, hogyha találunk házakat, akkor azért elég nagy valószínűséggel fogunk találni hasznos dolgokat. És nehezebb fokozaton nem nagyon, vagy nem minden. Ezért mi ez, akkumulátor? De ezt nem lehet kivenni. Hopp, ez be van zárva. Hopp, ott valamit látok a hátsó ülésen. Megnézzük, mi ez. Egy sapka. Igen, így be lehet menni. Ugye, ahol megjelenik ez a kis háromszög, az azt jelenti, hogy oda tudunk betenni egy plusz dolgot, és hát most jelen esetben ezt a kis izét is itt mutatja, hogy a hőmérsékletet mennyivel növeli, a folyadék ellenállóság mennyi, a páncélértéke. Hát persze, vegyük fel a semminél több. El is lehet olvasni egyébként, ezt a játék támogatói írták. Tehát ezt a szöveget egy ember írta, aki bizonyos pénzösszeget fizetett be a fejlesztőknek, hogy ki tudják fejleszteni a játékot. Hát ezt magunkhoz veszük, most ezt nem fogom elolvasgatni. Üljünk előre át. Hoppá! 250 kalóriányi csoki szelet, nagyszerű. Gyufaszálak. Kesztyűtartóban egy magnum, nincs semmi. Rádió nem működik, nyilván a kocsi sem. Na most igen, S betűt, hogyha megnyomom, akkor ott lehet látni, hogy csökken a hőmérsékletem, ugye a bal alsó kis hőmérsékletikon, hőmérőikon. De nem annyira vészesen. Egyébként azt is megfigyeltem, hogy például, hogyha az éhségszintünk az nullára lecsökken, akkor nem kell egyből beszarni, tehát nem hal meg a karakter, csak hamarabb kifárad, nem tudunk annyit sprintelni, meg hát persze, hogyha nagyon sokáig éhesek vagyunk, akkor valószínűleg beáll a halál. De inkább a folyadék hiányt azt kell pótolni, meg a fáradtságot, meg a hőmérsékletet. Tehát inkább ezek a kardinálisak. Na, ú, ez egy jó kezdési pont, mert ott egyből látok házikót távolban, meg vannak ezek a kis kutyaházak, hát ezek ilyen horgászház egyébként, de meg lehet lékelni a tavat, és hogyha van megfelelő eszközöd, akkor lehet horgászni. Csak damira van szükség hozzá, meg ugye ilyen kis horogra. Ha ez a kettő megvan, akkor azt összekraftolod. Még nem horgáztam egyébként, csak tudom, hogy így működik, mert játék mechanikájából adódóan. Hát igen, a farkasokat nyilván itt még el kell kerülni, tehát soha ne egy 5 méterre magad elé nézzél, hanem így a távolba. De hogyha most ott lenne egy farkas, vagy egy medve, ne adj Isten, akkor nyilván egy alternatív útvonalat kéne keresni. Egyébként a fő útvonalakat, tehát ez is az, ilyen betonon most, vagy aszfalton megyek, mindig összekeverem a beton meg az aszfaltot. Na! Mindegy, azért a köveket is magamhoz veszem, sose lehet tudni. Itt
most szépen, szisztematikusan átnézzük. Ó, nézd csak, mi van itt, egy munkaasztal. Huk. Na ez pont erre van szó. A pont erről beszéltem az előbb. Ó, és itt van egy kész, előre elkészített. Na ezzel majd tudunk horgászni, mindegy, ezeket még magamhoz veszem. És igen, ez a workbench, tehát itt lehet íjat készíteni, akkor nyílvesszőt, de a nyílhegyet azt külön kell legyártani, illetve ilyen improvizált kést is lehet készíteni, és itt vannak hozzávalók, tehát scrap metalból 3, ruhából 1-re van szükség. Ilyen nyúlfogó csapda is van, tehát kisebb állatokat meg lehet fogni vele, de még nem tudom, hogy ez most mi. Mindegy, hagyjuk. Nézzük át, hogy mi van bent. Ja, meg ugye, amikor ledob a játék, akkor azt is érdemes megfigyelni, hogy most éppen milyen napszak van. Ugye, azt itt írja. Tehát, hogyha ez a nap így lemegy, akkor besötétedik, és akkor sokáig éjszaka lesz. És ugye nem feltétlenül alvással kell mulatni az időt, hanem lehet úgy is például, hogy ez a pass time. És ilyenkor nem alszunk, csak telik az idő. Hát a kalóriát azt persze égetjük. Mert ugye egy olyan 9-10 óránál többet nem tud aludni a karakterünk. És hogyha most alszok napközben, akkor éjszaka nem fog tudni aludni. Szóval ilyen izé. És ugye, hogyha nem alszunk, akkor a fáradtsági szintünk, ugye a balról a második ikon az lemegy, és hát nem tudom az, hogy mit jelent, de gondolom, hogy nem sok jót. Paradicsomleves. Egy kis itókai, sprite. Jó, alaposan körül kell nézni, mert vannak ilyen egészen eldugott cuccok. Ez empty. Na, ez ilyen feszítővas kellene. Gordon Freeman, hol vagy? Ja, azt hallottátok, hogy lesz Half-Life 3. Csak nem Half-Life 3-nak fogják hívni, és nem a Valve készíti, hanem egy... hát ilyen rajongókból álló csapat. Ebből aztán van már egy pár darabon most. Mert ő kiszivárgott a Half-Life 3, epizód 3, meg a Half-Life 3 története. Mert ugye az egyik, a főíró kilépett a fejlesztő cégtől, és hát ilyen trükkösen az internetre felrakta a sztorit meg a történetet. Úgyhogy azt most ilyen rajongók fogják elkészíteni. Na nézzük, mi van itt. Egy hátizsák. Nagyszerű. Nem leszünk éhesek. Azt mondja, hogy ilyen alapvető kraftoláshoz és javításhoz való szerszámos láda kell. Semmi. Ja, meg arra is rájöttem egyébként, hogy ha most például ezt kidobom a tárgy listámból, akkor megjelenik a földön. Na most ezt a jobb egérgomb nyomvatartásával át lehet helyezni. És akkor a bal egérgombbal meg leteszed. Ez milyen jó már, nem? Vagy hogy lesz egy saját kunyhónk, nem tudom, hogy kunyhót lehet-e kraftolni. De akkor majd az faszányos lesz, hogy úgy rendezem be, ahogy akarom. Ó, egy ilyen kis mellény. Na ezt felvesszük. Várj csak, mennyivel jobb, mint ez? Hát nem sokkal jobb, sőt, szarabb. És akkor ezt nem kell. Várj csak. Mégiscsak megpróbálom ide. Jaj, ide nem lehet. Jó, mindegy, akkor ezt akkor droppoljuk. Egyébként fel is lehet szeletelni, és akkor ilyen ruha nem üt lehet belőle gyártani, de most az ugye időbe telik. Nem akarok annyit tökölni. Jó, ezt magunkra vesszük. Picivel javítja az esélyeinket túléléshez. Nem tudom, milyen hosszúak lesznek a részek, de nem is tudom, hogy ezt miért hozom mindig fel témaként, hiszen amikor elindítjátok a videót, akkor egyből látjátok. Hoppá, egy cipő. Ilyen munkacipő, ellenálló, de nem túl meleg. Na, ugye összehasonlítjuk, mennyire buzi, mennyire meleg. Azt mondja, hogy hát... én úgy veszem észre, hogy alapvetően jobb, mint a mi cipőnk, csak... a mi cipőnk az 84%-os, ez meg 47. Mindegy, felvesszük. Aztán legfeljebb, hogy tönkre megy. Meg egy jó meleg ágy. Egyébként, hogyha ágyban alszunk, akkor is egy kicsit melegebb helyre kerül a karakterünk, tehát... javulnak az esélyeink.
Hát igen, mondjuk ebben a játékban az alapvető túlélés is problematikus, de én remélem, hogy majd fogják bővíteni ezt a játékot. Nem csak a story móddal, hanem hogy... égethető fa. Hanem hogy arra gondoltam, hogy miután már eljutottunk egy... kutyakaja. Egy olyan szintre, hogy már nagy biztonsággal tudunk haladni a játékban. Tehát már úgy nem vagyunk éhesek, nem fázunk, nem vagyunk szombiasak, minden, megvan minden cucc, hogy akkor valami küldetések lennének, tehát hogy valami nagyobb cél a túlélésen felül. Excellent. Jó, persze, hát ez egy szimuláció. Ez a játék nem arról szól, hogy ilyen zombi apokalipszis van, meg ilyenek. Függöny. Ezt is fel lehet dolgozni. Na, hogy állunk? Ó, remekül. Remekül. Az idő is nekünk kedves, csak nem sokára beesteledik. Az a baj, hogy ezeken a házakon nincs kémény. Egyiken sem, tehát nem fogunk tudni befűteni. Lehet, hogy már túl sok kő van nálam. Egyébként, hogyha 30 kilót meghaladja, annál többet is lehet magunkkal vinni, csak akkor sokkal hamarabb elfáradunk futásnál. És ugye az esszenciális lehet, hogyha mondjuk éppen farkasok elől menekülsz. Hát ez ilyen sportcipő, ez ilyen hegyes-völgyes terepre nem igazán jó, de megnézzük, összevetjük. Hát nem jobb. Droppolom is szerintem. Fölösleges tárgyak azok ne legyenek, túl sok. A villany ez nem működik sajnos. Gyújtópapír. Szardínia. Aha, Szardínia. Meg ezek a gyújtópapírok is olyanok, hogy ez persze vedd magadhoz, de nem kell egyből széttépni, meg feldolgozni, mert ugye az időbe telik. Tehát most ennek a széttépése az 10 perc, majd akkor, hogyha tüzet akarsz gyújtani. Tehát ez ilyen dolog. Hopp, ott bujkálsz. Nincs semmi. Azt hiszem, hogy mindent megnéztünk, ugye? Azt hiszem. És akkor itt kb. Ennyi volt. Menjünk horgászni. Ja, hát, hogyha tudok most már. Most, amíg még be nem esteledik. Hát itt szerintem nincs semmi hasznos. Mondjuk azokat a csónakokat lehet meg kéne néznem. Júj! Júj, nem. Hát kár nem lehet ugrani a játékban, ezt mondjuk sajnálom. Viszont bokaficamot könnyen kaphatsz, tehát ha innen leesnénk, akkor szerintem garantált bokaficam. Hát, lófütyi. Adtunk a szarnak egy pofont. Na meg a jégre is figyelni kell, tehát hogyha kiírja a játék, hogy vékony jég, akkor jobb, hogyha visszafordulsz, vagy elkezdesz sprintelni, hogyha mindenképpen el akarsz jutni egy adott helyre. Kár, hogy ezeket az ikonokat nem lehet folyamatosan megjelenítetni. Ha valaki tudja rá a megoldást, az írja már meg kommentben, létszik, mert tök jó lenne, hogy nem kéne itt állandóan az S betűt megnyomnom. Hát én legalábbis arra állítottam. Ó, nem fogunk ilyen halni. Csak hát ugye a csoki az nem egészséges. Ú, mi ez? Szén? Ez a charcoal, azt hiszem, hogy valamilyen szén. Egy ruhadarab? Nagyszerű. Ja, meg egyébként még arra is rájöttem. Hoppá, csak mi ez itt? Lehet hókuckót építeni. 15 darab gajra van szükség hozzá, meg 5 darab ruhára, és az, tehát bárhol fel tudod állítani, és az melegen tart. Tehát nem hűlsz ki. Hasznos dolog. Valamilyen eszközre van szükség, hogy a jeget meg tudjam törni. Viszont ezekből ki lehet venni a szenet. Ez is egy hasznos dolog. Nem is tudtam. Tehát most nyilván nem itt akarjuk a
a tábort felverni. Ó, még annyira nincs hideg. Ne sírjál. Jó messze vannak ezek a kis kuckók. Figyelni kell a farkasokat is, nehogy ilyen nyílt terepen könnyebben észrevesznek. Hogyha guggolva mész, akkor nehezebben vesznek észre, csak így nagyon lassú a mozgás. De vadászásnál majd jól, jön. Ja, vadászásnál igen. Na, jó van, itt védett helyen vagyunk. Csoki szelet. Fenőkő. Hoho. Késeket lehet vele megfenni. Kutyakaja. Gondolom a kutyakaját azt a farkasok elterelésére is lehet használni. Ilyen scrap metal, ilyen hulladékfém. Királyság. Szén. Szuper. Close the door. Hold the door! Hold the door! Hold the door! Tudjátok, hogy ez miből volt idézet? Trónok harca nézők biztos tudják. Hodor utolsó szavai, első és utolsó szavai. Nem is gondoltam volna, hogy egész sorozat alatt hipnózis alatt állt Hodor. A Hodor nevű karakter. Kémény, van itt is kémény. Ilyen fatörmelék. Jó, hát éhen nem fogunk halni, se szomjan. Csak jó lett volna már valamivel. Banged up condensed milk, sweetened thickened milk. Tej. Örökké eláll. Ajaj, meg fogunk fagyni. Ah, ezt már átnéztem, ugye? Ah. Goddamn freezing. Na várjál, hogy állunk? Hát igen, lehet, hogy egy picit fel kéne melegedni. De nem itt. Várjál egy kicsit, várjál, hogy agy gondolkozzak. Túl messze van az a ház, szerintem menjünk vissza most már. Habár, várjál csak. Az előző házikónak csukható volt az ajtaja. Azt hiszem, remélem, hogy ebben az irányban van, hogy várjál. Fuha. Most lenne jó egy 4K-s monitor. Jobban látnék, vagy egy távcső. De azt hiszem, hogy igen, ott arra felé vannak a házak. De most ebbe a kis zöld bódéba akarok bemenni. Hát csodálom, hogy azokban a nagy házakban nincs izé kunyhó, vagyis izé kémény. Cserépkájha. Na igen, hát itt még mindig fagyunk, de mindjárt szépen befűtünk. 55% az esély. De mivel van bőven most mivel begyújtani, így most meg... Hú, 35%? 55? Na jó. Remélem sikerülni fog. Ezt rosszul mondtam a kettcsináló videóban. Itt amikor végigmegy ez a karika, a legvégén dől el, hogy sikerült-e vagy sem. Ez rosszul mondtam. Úgyhogy elnézést kérek. Nem tudom, hogy hány epizódból fog állni sorozat. Egyelőre csak úgy simán számozni fogom. Aztán, hogyha meghalunk, vagy véget ér, vagy megunom, akkor utána majd úgy fogom beszámozni, hogy 1/7, 2/7, 3/7, stb. Mukodj! Fire's life out here. Működik. Nagyszerű. Jó, most csak annyi időre akarunk itt megmelegedni, hogy hát megmelegedjek ugyebár. Bár hülyeség volt, mert ha mentem volna az ágyhoz, mindegy, akkor tudod mire fogjuk felhasználni? Vizet fogunk forralni. Nagyjából 1 litert remélem, hogy fel tudunk. Aha.
És akkor fel is forraljuk. Tehát havat olvasztottunk, most meg felforraljuk. Jó, királyság, itt valamit meg lehet. Jó, akkor ezt cookingoljuk. És akkor utána majd megyünk a házhoz alukálni. Csak most az ebb vacsorát elkészítjük. Jó, meg akkor ezt is. Ha már itt raktunk egy tüzet, érted, valami értelme legyen. Sok-sok apróság, én szeretem. Ördög a részletekben rejlik, szokták mondani. Szeretem egy játékban a hangokat. Hát olvasszunk akkor még 2 litert. 2 liternyit. Ujjjj. És akkor boil. Litert? Ja, a másik litert is meg fogom tudni. Szerintem. Ez az. Jó, felmelegedtünk, van vízünk. Királyok vagyunk. Ujj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 
Hát ilyen nagy körben nem merek elindulni. Bár azt hiszem, hogy ebben az irányban van. Na várj, ne. Akkor valahogy megpróbálom belőni így az út irányt. Azt hiszem, hogy ebből az irányban vannak a faházikók. Na, jó, ilyen izgalmas játékot találtam nektek, mi? Tüzet nem ismerek most gyújtani, mert a ragadozók egyből... Á, ez az. Egyből kiszúrniák. Egyből kidöfik. A fényerőt egy picit feljebb vettem. Ma már ásítozik a fickáó. Ha jól emlékszem, itt a középső házban láttunk egy nagyon hivogató ágyikót. Hogy állunk? Jó, melegszünk. Most még nem akarok aludni, bár végül is feljött. Aludjunk 8 órát. Aztán lehet fel fogunk ébredni, mert szomja hal a karakter. Most mentett egyet a játék. És hát igen, még éjszaka van, de lehet látni legalább valamit. Gondolom ti is látjátok, amit én látok. Hát sötét van még. Na de lehet ugye olyat is csinálni, hogy várakozni. Várj, hogy kell. És akkor most már nem sokára jön fel a nap. Na tehát most már szerintem indulhatunk nem sokára, csak még először zabbantok. Várjál, csak főztünk itt valami finomságot. Ennek kutyakaját együnk, várjál. Jó volt az, amit megfőztünk. Hát igen, mondjuk most már kihűlt. Látod? Mert hát ilyen hülye vagyok. Megfőztem, aztán hagyom, hogy kihűljön. Mindegy, hidegen is jó. Hogyha melegen eszed meg, akkor kevésbé fogsz ugye kihűlni. És ezt a szardiniát akkor megzabbantjuk. Meg akkor, tudom én, valami energiaitalt, vagy ételt. Ezeket megesszük. Mi van még itt? Jó, egészségesen táplálkozik a karakter. Jó, és akkor ígyunk vizet, mert most már szombian halunk. Hol van a vizecském?
A finom vízike. 3 liter. Maradt 2,43. Na hát most már egész jók vagyunk. Felmelegedtünk minden. Mehetünk is ki, mindjárt fel kell a nap. Folytathatjuk a kalandozásainkat. Remélem, hogy ragadozók nincsenek a közelben. Akkorákat fúj maga elé karakter, sokszor nem látom előttem terülő tájat. Nos, ezeket meg sem néztük itt. Furcsa hangokat hallok. Na menjünk már akkor oda kraftolni valamit. Szükség lenne egy jégtörő eszközre. Hát, hogyha most már tudok kraftolni. Azért elég sok mindent felszedtem. Hopp, ez mi? 17 volt. Ó, mászókötél, he! Csak már megvan telve a tárgylistám lassan. Azt nem tudom, hogy... Ja, ilyet nem tudom, amúgy se tudunk ilyet csinálni. Minek kacérkodok egyáltalán a gondolattal, mi? De valami, hát igen, késre lenne szükség szerintem, ahhoz, hogy a jeget fel tudjam törni. Hát akkor magyarul... Ó, ezt még át sem néztem. Nem is volt értelme. Úristen, ilyen hideg van. Na most egyébként, tényleg, ha már itt vagyunk, akkor... Fákját tudok kraftolni? Lámpa olajra van szükségem. De végül is nem gond. De hogyha, várjam, begyújtok egy olyan izét. Hát most ilyen tüzet kéne rakni. Na mindegy, mert a tűzből ki lehet venni. Azt akartam most igazából itt kipróbálni, hogy ha raksz tüzet, akkor meg lehet azt csinálni, hogy egy fákját kiveszel belőle, és akkor lehet, hogy nem fázol olyan nagyon, mert ugye a fákja is ad némi hőt. Na mindegy, most legalább akkor ki fogjuk tudni próbálni azt, amit már akartam mutatni nektek, remélem, hogy meg fogom tudni csinálni, csak valami fedettebb, nyugisabb helyet próbálok keresni. Jön a vihar. Na, ez talán nagyjából jónak tűnik. Hát mondjuk elég szar, de mindjárt megfagyunk. Ja, na jó, ide építek egyet, amúgy is még közel vagyunk a menedékhez, hogyha esetleg balulsülne el a tervem. Ez a hókuckó. Ó, 15 botra meg 5 ruhára van szükség. Na várjál, megoldjuk. Hány ruha van nekem? 2? Jó. Várj, vissza kell menni ruhájára, ugye megfagyunk. A függönyöket le lehet bontani. Igen. 2 darab. Meg akkor ezt is lebontjuk. Igen, most már nem fagyunk meg. Hát akkor már ezt is lebontom. Tíz perc, 38 kalória. Na. Egy van. Egyébként az is marha, tetszik marhára, hogy attól függően, hogy milyen tárgyak vannak a hátizsákodban, a zögykölődési hang olyan, tehát hogyha mondjuk tele van ilyen gajakkal rakva, akkor ilyen faák csörgés.
ez marha jó, mi mindenre oda nem figyeltek. Na, mindegy, most csak akkor azért a játék kedvéért megmutatom, hogy akkor ez hogy kell. Nincs elég botom? Hát ne szórakozzál már. Itt velem. És tényleg nincs. Hát akkor mi várja, még a botokat kell találni. Várja, csak itt talán vannak. Ezt nem tudom fel, igen, ez így fejsze kéne, de ezt viszont fel tudom. Mennyi bot kell? Még 4 darab. 3. Pontosan ennyi. Haha. Yes! Na, akkor egy biztonságos helyet keresünk. Mit hallottam az előbb? Csak farkas ne legyen. Na, ide. Ide csinálok egyet. Nem lehet akárhova. E, 45 perc a kraftolási idő, 263 kalória, 15 darab vizé, na mindegy, megépítjük. És ugye ez azért jó, mert be lehet ide szépen feküdni. Befeküdtem alá, tök jó, nem? Hé, miért nem megy felfelé a hőmérséklet? What the fuck? Ez érdekes. Na mindegy, itt van egy shelter, akkor ezt tudjuk. Ugye le lehet bontani, de csak 10-et kapunk vissza is, 2 ruhát. Ráadásul 20 perc, 88 kalória, tehát nem biztos, hogy feltétlenül megéri. Tudjuk azt, hogy ha gond van, akkor ide vissza tudunk jönni, bár mondjuk olyan sokat nem ér. Hát én úgy figyeltem meg az előző teszt játékomból, hogy akkor melegerülünk is. De lehet, hogy ide egy kis tüzet kell rakni. Ott egy kocsi. Zárva van. Ugye ez menekülésre is jó, mert hogyha éppen farkasok elől menekülsz, akkor tök jó. Ja, de jó, ezzel lehet szőni, varni. Hunting knife! Pont erre van szükségem. Rozsdamentes acélból készült, fanyelű. Na, ez szuper. Ezzel már lehet, hogy fel tudom törni a jeget. Ez mi? Ja, hogy hogyan kell lemészárolni az állatokat, és hogyan kell... Igen, igen. Jó, ezt elrakjuk, majd később áttanulmányozzuk. Kis lágerrádiót nem tudunk hallgatni. Nem. És egy kis Danubiuszt. És meg fogunk fagyni. Hát berosálsz. Jó, menjünk szerintem vissza. Azt mondom, hogy abban a kis házikóban, az is jó lesz. Hé! Egy hullajcs. Egy toll. Holló. Vagy varjú. A crow az holló. Holló vagy varjú. Mi van még itt? Meg a tolla. Hát, hogy itt köröznek. Gondolom ezeket is le lehet lőni. Bizonyos szempontból jobb. De mondjuk itt a főleg a hőmérséklet az, ami lényeges.
Na jó, menjünk most már, mert befagy a segjukam. Jó kis kommentár, mi? Istenem, add, hogy fel tudjam törni a jeget. Allow me to break the ice. Na jó, befűtünk egy kicsit, mert most már segjukilag fagyás van. Egy kicsit lehet rá is segítek. Így. Ez így tökéletes lesz. Melegszünk. Ez az, jól gondoltam. Allow me to break the ice, mondta Arnold Schwarzenegger. Ice fishing hole cleared. Estimated calories burned, 112 kalória. Hát jó, fishingeljünk. Egy órányi fishing. És akkor most találtam valamit. Nem sikerült semmi. Már várjál, itt összeszedtünk itt valamit. Ami a horgászással volt kapcsolatos, vagy rosszul emlékszem. Már le is égett, de jó ég. Hú, és már ilyen éhesek vagyunk, na mindegy, horgászunk még egyet. Sósvízi hal. De aranyos. Na jó. Akkor befűtünk megint. Jó kis játék, ez élvezetes. Csak hát itt a kezdeti nehézségek. De amikor már ugye el vagy látva, akkor már nyilván könnyebb. Nem sikerült. Na még egyszer. Az 60% az nem kevés. Ja, és hogyha elrontjuk, akkor nyersanyagot is veszítünk. Gyomrilag korgunk. Én is már korgok egy kicsit. Ah, kéne ebédelni. Csak olyan jó ez a játék. Jó van. Na, ez két órán keresztül most égni fog. Csak azt nem tudom, hogy most nem lehet még valamit benne, ilyen szenet is vettünk fel, nem? Vagy most azon... Azon mi van? Süssünk. Kerül ezt nem írja, hogy mennyit fog levenni a hátralévő időből. Mármint tűz szempontjából egy 10 perc kb. Az életerünk nagyon lent van, he. Együnk. Ez legalább nagyszerű. Igyunk. Együnk és igyunk. Már megint fáradtak vagyunk, meg fázunk is, meg minden bajunk van, gyerekek. Hát egy órát akkor itt elpöcsölök. Az idő alatt szépen felmelegszek, a tűz nem ég le, és akkor hát még esetleg... Jaj, ne csesz meg! Befagyott. Aha, de nem nagyon, csak egy picit. Ez az! Egy. De várjál, most akkor én ezeket elhasználom.
Tehát akkor nem elég egyszer craftolni egy ilyet. Ó! Aha! Szóval elszakadhat a damlió. Aha. Na mindegy. Aludni kell megint. Te itt a híd alatt még nem is nagyon néztem. Nincs itt semmi. Hú, de nagyon fáradt a karakter. Mindjárt csucsukálhatsz, ne félj. Na, hát minden ezzel egy is jó lesz. Na nézzük, hogy állunk. Enni kéne valamit. Jó, most egyelőre sütni ezt nem tudok. Azt nem tudom, hogy megromolhat-e a hal. Itt van a zsebemben. Igen. Ez micsoda? Ó, ilyen, izé. Ropi pufi. Hát a vízből sincs túl sok. Még van 1,3 liter. Na jó, akkor most már aludni kell. Bevállja, mennyi a... izé. Lehet, hogy még most egyelőre várakozni kéne. Legalább idáig menjen fel. Közép magasságig nagyjából, és akkor most meg már lehet aludni. Azért 9 óra alvás, az döfi. Most mentett is egyet a játék. Igen, hát elég jól kép. 9 óra nem elég, öregem, hogy fúra felmenjen. És ráadásul egyből éhesek, meg szomjasak vagyunk, hát hihetetlen. Minden a zabálásról, meg a vedelésről szól ebben a játékban. De ez legalább... ó, az nagyon jó volt. Jó van. Királyok vagyunk. Na! Jó van, hát akkor... nem tudom, az életerőszintünk az miért ilyen marha alacsony. De tényleg nem tudom. Na minden esetre innen fogjuk folytatni akkor, kedves barátaim, kedves testvéreim, remélem tetszett. Aztán... legközelebb találkozunk. Sziasztok! Szia, Peti!